Emlékszem az első álmomra. Vagyis legalábbis az elsőre, amelyre emlékezni tudok. Fehérségen haladtam keresztül, sehol sem volt semmilyen tárgy, csak a fehérség, színes pelyhek pontokként vettek körbe mindenhol. Átsétáltam rajtuk, ők meg átsétáltak rajtam. Nem lehettem még 3 éves, s ez az álom hülyen ábrázolta akkori világomat. Ébrenlétben is ezt az álmomat kerestem. Állandóan odafordultam a kis ágyam melletti ablak felé, és a beáramló fénybe vadul dörzsöltem a szememet. Felfedeztem, hogy a levegő tele van foltokkal. Ha belenéztem a semmibe, előjöttek ezek a foltok. Határozottan arra irányult a figyelmem, hogy elmerüljek a foltokban. Nem vettem tudomást semmiről. Egyenesen keresztül néztem az akadályon. Tekintetem a foltokban való eltűnés nyugodtra varázsolta. Aztán már is jött az érthetetlen recsegés, hogy hagyjam abba. Vígan folytattam. Pofon. Kezdtem tanulni a világot. Idővel bármiben el tudtam tűnni, a tapéta vagy a szőnyeg mintájában, valaminek az újra és újra meghallott hangjában, egy apró tárgyban, játékban, legyen az bármi. Már az emberek sem jelentettek problémát, szavaik mormogó kuszasággá váltak, hangjuk ritmikus zajjá. Addig néztem keresztül rajtuk, amíg már ott sem voltam, majd később úgy éreztem, hogy bennük tűntem el. A szavak sem jelentettek gondot, az viszont már igen, hogy az emberek elvárták, hogy valahogyan reagáljak rájuk. Ez azt kívánta volna, hogy értsem meg, amit mondanak, de túlságosan jól éreztem magam az eltűnésemben ahhoz, hogy engedjem magam visszaráncigálni a megértés kétdimenziós valamiébe. Hé, mit csinálsz? Mire gondolsz? Tudván, hogy válaszolnom kell, megismételtem a kérdést. Hé, mit csinálsz? Mire gondolsz? Ne ismételd, amit mondok. És már válaszoltam is. Ne ismerd el, amit mondok. Életem első 3 évében ez volt a nyelvem. Tökéletesen mintázva azok intonációját és ragozását, akikről úgy gondoltam, mint a világba tartozókra. A világ könyörtelennek, türelmetlennek, bántónak és érzéketlennek hatott. Megtanultam ennek megfelelően reagálni rá. Sírva, sikítva, tudomást sem véve is, megszokva. Az autizmussal élő emberek egész máshogy észlelik a világot. Gyakran tesszük fel a kérdést, miért nem beszélnek, miért viselkednek így, miért jegyzik meg a vonatmenetrendet, telefonkönyvet, vagy miért tudnak mindent a bolygók mozgásáról, vagy éppen a sárgarépa fajtáiról, miért sikítanak, kiabálnak, ha valami erős íz, fény, forma éri őket. És talán ők is feltették már magukban a kérdést, miért kezeljük őket betegként, miért vannak a sztereotípiák? Hosszú évekig keresték a pontos definícióját az autizmusnak. Nem tudták pontosan meghatározni a viselkedési zavart, különös reakciókat, némaságot a gyerekeknél. Leo Kanner, a John Hopkins kórház pszichiátere volt az első, aki ezeket a gyerekeket külön csoportként vette számba. 1943-ban írt tanulmánya az Autista zavarok az érzelmi szférában címet viselte, és arról szólt, hogy a zavart pszichés tényezők a szülők által nyújtott melegség és a
törődés hiányának tudható be. Több szerző erősítette ezt az állítást. Szinte definícióként hangzott, hogy az autizmus olyan pszichózis, amelyet érzelmileg hideg anyák idéznek elő. Bruno Bettelheim az Üres erőt című írása tovább megy, azt a hipotézist állítja fel, miszerint az autista zavarok alapja az, hogy milyen az anya-gyermek kapcsolat szoptatásnál. Ilyenkor nem kapja meg a csecsemő a szeretetteljes figyelmet, odafordulást, amelyre szüksége volna. Cara Delacato alapos kutatást végzett a témával kapcsolatban. A Miért más az autista gyermek című könyvében leírja, habár nagyra tartotta a kutatókat, kételkedett ezekben az állításokban. Megfigyeltem, hogy hogyan viselkednek az anyák az autista gyerekeikkel. Nem hihettem, hogy hidegek és közönyösek lennének velük szemben. Afrikába és Dél-Amerikába utaztam, hogy primitív gyerekek százait figyeljem meg. Sokszor láttam, hogy a gyerekek az anyjukat megkerülve a mellett a hónaj alatt húzva szívják a nedűt. És amikor az anya felállt és elment, minden különösebb ceremónia nélkül kivette a mellét a gyerek szájából. Furcsa mód, nem igen láttam agysérült vagy autista gyereket közöttük. Ugyanez igaz a xingu anyákra is, akik ugyancsak nem veszik fel a madonna-szerű testhelyzetet szoptatásnál, ők inkább egymással beszélgetnek, gyökereket ásnak, miközben a gyerek keresi a helyét a mellen. Megint csak olyan ponthoz értem, ahol nem tudtam egyetérteni a kutatókkal. Delacato rájött, hogy a történelem során mindig is voltak bűnbakok, akik javarészt nők voltak. Már a bibliai korban kialakultak boszorkányvarázsló nők, s az üldözés csak a középkorban hágott tetőfokára. Valahányszor valami súlyos éhínség, járvány ütötte fel a fejét, vagy pest is zúdult a világra, felerősödtek a boszorkányüldözések, s ez átterjedt Amerikába is. Delacato úgy gyanította, ez esetben is csupán bűnbakok az anyák. Mindezeket összevetve egyértelmű volt, hogy az anyák esetleges gyermekük felé való hidegségükhöz nincs köze az autizmusnak. Nem Kanner volt az első, aki találkozott ezzel a tünetegyüttessel. Hippokratész és más görög orvosok ezeket a súlyos és megmagyarázhatatlan viselkedési zavarokat isteni vagy szent betegségek közé sorolták. Mivel nem tudták diagnosztizálni a problémát, azt gondolták, valamilyen megszállottságról van szó. És legtöbbször, ha a hit erejével nem tudták meggyógyítani ezeket a megszállottnak hitt gyerekeket, büntetés eszközeihez nyúltak. Megláncolással, veréssel, csonkolással próbáltak úrrá lenni a zavaron, mivel azt gondolták, ördög költözött beléjük, akár a boszorkányokba. És ez így ment évszázadokon keresztül. Bedlam. Az első olyan tévbojda, melyet elmezavarodottak számára, mint gyógyintézményt állítottak fel, döntő lépés volt a haladás útján. Itt az abnormális felnőtteket nem gonosz megszállottnak tekintették, hanem betegnek. Itt legalább élni hagyták őket, és védettséget élveztek a megbüntetésükre szomjazó társadalmuk ellen. Aztán Sigmund Freud megtanította a világnak, hogy tekintetét befelé fordítsa, és a betegségek rejtett okait önmagában kutassa fel. Freud nagyszerű gondolatai óriási lépéssel vitték előbbre az embert az önmaga megértéséhez vezető úton. Thank you.
Azután az 50-es és 60-as évek elején különféle szerzők próbálták elhatárolni az autizmust a gyerekkori skizofréniától és az értelmi fogyatékosságtól, ugyanis a kutatások szerint sok hasonlóság áll fenn ezek között. Bernard Rimland, amerikai pszichológus pedig hangsúlyozta, hogy az autizmus diagnosztikája reménytelenül összekuszálódott. Ez valóban így volt. Az autizmus általánosan használt fogalommá vált. Ugyanakkor kezdett felbukkanni egy új gondolat. Számos tudós kezdett kutatni, valaki organikus eredetűnek tartotta az autizmust, miszerint az agynak még születés előtt kiterjedt a fejlődési zavara. Valaki azt mondta, örökletesen terhelt gyerekek esetében lépnek fel a tünetek. Valaki azt feltételezte, hogy a gyermekek meg voltak fosztva az érzelmi élményektől. Nem tetszettek ezek az álláspontok. Ha az autizmus esetében valamilyen örökletes tényező is szerepet játszana, akkor annak jelenléte nemzedékről nemzedékre valamilyen szinten kimutatható volna. Akkor léteznie kéne valami szabálynak, ami meghatározza az örökletességet. Továbbá nincsen semmi bizonyíték arra nézve, hogy az autizmus több egymást követő generációnál fellépne. Az autizmus okairól nem alakult ki egybehangzó álláspont. Zűrzavar volt a kutatások terén. Kanner 1954-ben leszögezte, hogy az autizmus semmilyen terápiával nem befolyásolható. 1956-ban viszont már arról írt, hogy a pszichoterápia általában működik. Sokféle kezelési módszerrel próbálkoztak. A nem kívánatos viselkedésre elektrosokkot, a kívánatosra valamilyen jutalmazást alkalmaztak. A fej ütlegelése ellen olyan sisakot fejlesztettek ki, ami áramütéseket bocsájtott ki, ha ütés érte. Ezek közül a kezelési módszerek közül azonban egyik sem bizonyult hasznosnak. Delacato volt az, aki megfigyelései alapján egy újabb tézist dolgozott ki. Több száz gyermeket és csecsemőt figyelt meg, számos szakértő, orvos véleményét, kutatását tanulmányozta. A legtöbb szerző egyfajta másságot említett az autista gyerekek esetében. Az egyik ilyen másság, amire legtöbben hivatkoztak, a minden célt nélkülöző repetitív, sztereotíp cselekvés, az ilyesmit autizmusok néven emlegették. És habár sokan írtak ezekről az ismétlődő ritmikus viselkedési módokról, ezek kezeléséről és pontosabb leírásáról nem sok szó esett. Érdekes megfigyeléseket végeztem, de minduntalan zsákutcába kerültem. Míg nem kemény kutatások során rátaláltam a Fay cikkére, mely a görcsös rohamok másik oldala címmel jelent meg, amely arra a következtetése jutott, hogy a görcsös rohamok agysérülések esetén életmentő funkcióval bírnak. Segítségükkel állítja helyre a természet az agy elektrokémiai egyensúlyát és segíti az életben maradását. Tovább kellett hát kutatni. Delacato többféle intézetet végigjárt, hogy kutasson az autizmusok után. Vakok iskolájában járt, ahol azt tapasztalta, hogy a gyerekek az autizmushoz hasonlítható mozgásokat produkáltak, de ők nem autisták voltak, hanem vakok. Az igazgató elmagyarázta, hogy ezeket a mozgásokat, ami legyen a szemük dörzsölése, kezük arcok előtt való legyezése, mind blindizmusnak nevezik. Ugyanígy volt a Süketek intézményében, ahol a gyerekek a fülüket ütögették. Ezeket a ritmikus viselkedési módokat itt defizmusoknak nevezték.
Ezután már nyilvánvalóvá vált a kérdés. Elképzelhető, hogy ezek a viselkedési formák, mind a blindizmusok és a defizmusok, valamilyen érzékelési zavarral kapcsolatosak. Lehetséges, hogy az autizmusok ugyanilyen zavarok, csak a siketeknél és vakoknál azért fogadjuk el ezeket, mert ők siketek és vakok. Elképzelhető, hogy ez a viselkedési forma egy arra irányuló igyekezet lenne, hogy a külvilág benyomásait az agyhoz továbbító idegpályáknak normalizálják a működését. Rájöttem, hogy az autista gyerekek nem pszichés betegek. Az agyuk sérült, és érzékelési zavaraik vannak. Nem tudnak eligazodni a külvilágból az agyukba érkező ingereken. Érzékelés szolgáló idegpályák fogyatékosan működnek. Nem pszichológiai okból autisták, viselkedésüknek neurológiai okai vannak. Agysérülésük van. De Lakátó elméletét előadta Konrád Lorenznek, az etológus úttörőnek, aki a bevésődés elméletét kutatta a szürke ludak viselkedésével kapcsolatban. De Lakátó Ausztriába utazott, ahol először elmondta elméletét. Lorenz le volt nyűgözve, és bátorította őt munkájában. Elérkezett az ideje annak, hogy most már minden elképzelhető módon kipróbáljam, mennyire válik be a teóriám. Újra megfigyeltem több tucat gyermeket. Voltak, akik tág pupillával és üres tekintettel bámultak a világba, míg mások minden parányi porszemet megvizsgáltak, ami eléjük került. Voltak, akik tapintásra voltak érzékenyek vagy érzéketlenek. Valaki a kisebb zajoktól már megijedt és tübbe gurult, vagy kétségbe esett. Az egyik érzékelési rendszer a hiper, melynek következtében a gyerekek túlságosan is jól tapintanak, szagolnak, ízlelnek, hallanak vagy látnak. Azok, akik számára a legkisebb zaj, fényhatás, íz, szag, fájdalmas vagy kellemetlen, megtanulták kikapcsolni a külvilág érzékelését. Ha ezt nem tennék, állandóan gyötörnék őket azok a fájdalmak, amelyeket a különféle érzékszervi ingerek keltenek bennük. Hasonlóan írható le a gyerekek második csoportja, melynek a hipo nevet adták. Az ő esetükben az volt a baj, hogy nem jutott el elegendő információ, azaz a külvilágból érkező inger az agyhoz. Nekik erősebb ingerekre van szükségük ahhoz, hogy érzékelni tudják a környezetüket. A harmadik csoport különbözik az első kettőtől. A mi agyunk ki tudja kapcsolni a belső szervizajokat, míg ezeknek a gyerekeknek az agya erre képtelen. Ezt nevezzük fehér zajnak. De Lakátó Rio de Janeiroban mondta el először egy konferencián elméletét. Hatalmas sikert arattak, és De Lakátó már azon dolgozhatott, hogy a gyerekek számára mely metódus lehetne a leghasznosabb a kezelés szempontjából, ezt meg is tette újabb kutatások, megfigyelések során, s ma a szakemberek is használják De Lakátó módszereit. Ez a történet csupán egy útja volt az autizmus kutatásának. Számos tudós, számos megfigyelés közepette kereste az autizmus jelenségének magyarázatát. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a spektrumzavar oly széles, hogy különböző ágait belátni egyszerre lehetetlenség volt. Így lett kétfajta típusa az autizmusnak, az enyhébb tünetekkel jelentkező Asperger-szindróma és a súlyosabb Kanner-szindróma.
autizmus nem sokkal ezután kezdett beépülni a köztudatba, de sokan még máig nem tudják pontosan mi az. 1988-ban mozikba került az Esőember című film, melynek főszereplője Dustin Hoffman Oscar-díjat is kapott zseniális alakításáért. Ugyanakkor kevesen tudják az igazi esőember történetét. Habár Raymond karaktere a filmben autistaként volt bemutatva, a tünetek, amiket produkál, illetve a karaktert ihlető Kim Peek korántsem autista, hanem szavancindrómás. Ez olyan tünetegyüttes, amelyben a fejlődési rendellenességben szenvedő emberek egy vagy több területen olyan szakértelemmel, képességgel vagy éles elmélyűséggel rendelkeznek, amelyekre egy átlagos ember nem képes. A filmben látható jelenetek a köztudat felé azt sugározták, hogy az autista emberek képesek ilyenekre. Ebben lehet igazság, hiszen vannak olyan autizmussal élő emberek, akiknek átlag feletti képességeik vannak, és ez meg is mutatkozik látványosan, de ez nagyon ritka. Így tehát joggal mondhatják a szakemberek, hogy az Esőember film nem mérvadó. Ugyanakkor nem az utolsó film az Esőember, ami ebben a témában készült. A tavaly mozikba kerülő Kódjátszma című háborús dráma viszont egészen brilliáns módon mutatja be az Asperger-szindrómát. Ez a szindróma az autizmus spektrumzavar egy enyhébb formája, melyet Hans Asperger osztrák pszichiáter jellemzett először. Abban különbözik az autizmustól, hogy ez esetben a nyelvi fejlődés normál ütemű, valamint átlagos, vagy annál magasabb az intelligencia szint. Az Asperger-szindrómával élő emberek képesek felismerni a saját tüneteiket, és képesek arra is, hogy ezeket kezeljék, valamint képesek beilleszkedni a társadalom rétegeibe. A Kódjátszma című film Alan Turing brit matematikus életéről számol be, aki a modern számítógéptudomány egyik atya volt, és a II. Világháború a németek Enigma kódját törte fel, megrövidítve és jelentősen befolyásolva a háború kimenetelét és folyását. A filmben, habár nincs konkrétan kimondva a férfi autizmusa, de a néző kellő figyelemmel felfedezheti az árulkodó tüneteket. My name is Temple Grandin. I'm not like other people. I think in pictures. And I connect them. Az egyik leghíresebb autista és aktivista ugyanakkor Temple Grandin, aki enyhébb autista tünetekkel élő professzor a Colorado Állami Egyetemen. 3 éves korában állapították meg róla, hogy autista, majd a diagnózist felnőtt korában Asperger-szindrómára módosították. Édesanyja, majd néhány gimnáziumi tanára segítségével fedezték fel kiemelkedő képességeit a reáltudományok területén. Érdeklődését családi indítatás hatására is hamarosan az állattenyésztés keltette fel. Különleges adottságai és érzékenysége révén értette meg az állatok viselkedésének okait, mozgatórugóit. Ezek hatására kifejlesztett javaslatai közül az elmúlt évtizedekben nagyon hasznosítottak a gazdálkodás gyakorlatában az Egyesült Államokon kívül Kanadában, Mexikóban és Új-Zélandon is. A róla készült 2010-es életrajzi film ezt tökéletesen mutatja be. Temple Grandin a 2010-es TED Talk konferencián is beszélt az autizmusról, magáról, a céljairól. It's a continuum of traits. When does a nerd turn into, you know, Asperger, which is just mild autism? I mean, Einstein and Mozart and Tesla would all be probably diagnosed as autistic spectrum today. And one of the things that really is going to concern me is getting these kids to be the ones that are going to invent the next energy things. Now that Bill Gates talked about this morning. Okay, now if you want to understand autism animals, and I want to talk to you about different ways of thinking, you have to get away from verbal language. I think in pictures, I don't think in language. Now the thing about the autistic mind is it attends to details, okay? This is a test where you either have to pick out the big letters or pick out the little letters, and the autistic mind picks out the little letters more quickly.
In fact, I loved the movie how they duplicated all my projects. That's the geek side. My drawings got to star in the movie too. And actually, it's called Temple Grandin, not Thinking in Pictures. So what is Thinking in Pictures? It's literally movies in your head. My mind works like Google for images. Now, when I was a young kid, I didn't know my thinking was different. I thought everybody thought in pictures. And then when I did my book, Thinking in Pictures, I started interviewing people about how they think. And I was shocked to find out that my thinking was quite different. Like if I say, think about a church steeple, most people get this sort of generalized, generic one. Now, maybe that's not true in this room, but it's going to be true in a whole lot of different places. I see only specific pictures. They flash up into my memory just like Google for pictures. And in the movie, they've got a great scene in there where the word shoe is said and a whole bunch of 50s and 60s shoes pop into my imagination. Now, I did the headless brain scan done several years ago, and I used to joke around about having a gigantic internet trunk line going deep into my visual cortex. This is tensor imaging. And my great big internet trunk line is twice as big as the controls. The red lines there are me, and the blue lines are the sex and age matched control. And there I got a gigantic one, and the control over there, the blue one, has got a really small one. And some of the research now is showing that people on the spectrum actually think with primary visual cortex. Now the thing is, the visual thinker is just one kind of mind. You see, the autistic mind tends to be a specialist mind, good at one thing, bad at something else. And where I was bad was algebra. And I was never allowed to take geometry or trig. Gigantic mistake. I'm finding a lot of kids that need to skip algebra, go right to geometry and trig. Now, another kind of mind is the pattern thinker, more abstract. These are your engineers, your computer programmers. Now, this is pattern thinking. That praying mantis is made from a single sheet of paper. No scotch tape, no cuts, and there in the background is the pattern for folding it. The thing is, the world is going to need all of the different kinds of minds to work together. We've got to work on developing all these different kinds of minds. And one of the things that's driving me really crazy as I travel around and I do autism meetings is I'm seeing a lot of smart, geeky, nerdy kids, and they just aren't very social, and nobody's working on developing their interest in something like science. And this brings up the whole thing of my science teacher. My science teacher is shown absolutely beautifully in the movie. I was a goofball student when I was in high school. I just didn't care at all about studying until I had Mr. Carlock's science class. He was now Dr. Carlock in the movie. And he got me challenged to figure out an optical illusion room. This brings up the whole thing of you got to show kids interesting stuff. You know, one of the things that I think maybe TED ought to do is tell all the schools about all the great lectures that are on TED. And there's all kinds of great stuff on the internet to get these kids turned on. Because I'm seeing a lot of these geeky, nerdy kids, and the teachers out in the Midwest and other parts of the country, when you get away from these tech areas, they don't know what to do with these kids. And they're not going down the right path. You know, you once wrote, I like this quote, if by some magic autism had been eradicated from the face of the earth, then men would still be socializing in front of a wood fire at the entrance to a cave. What? Because who do you think made the first stone spear? It was the Asperger guy, and if you were to get rid of all the autism genetics, there'd be no more Silicon Valley, and the energy crisis would not be solved. So I want to ask you a couple other questions, and you know, if any of these feel inappropriate, it's okay just to say next question. But if there's someone here who has an autistic child or knows an autistic child and feels kind of cut off from them, what advice would you give them? Well, first of all, we got to look at age. If you have a 2, 3, or 4-year-old, you know, no speech, no social interaction, I can't emphasize enough, don't wait. You need at least 20 hours a week of one-to-one teaching. You know, the thing is, autism comes in different degrees. There's going to be about half the people on the spectrum that are not going to learn to talk, and they're not going to be working in Silicon Valley. That would not be a reasonable thing for them to do. But then you get these smart, geeky kids, you know, the touch of autism, and that's where you've got to get them turned on with doing interesting things. I got social interaction through shared interests. I rode horses with other kids. I made model rockets with other kids. Did electronics lab, you know, with other kids. And in the 60s, it was gluing mirrors onto a rubber membrane on speaker to make a light show. That was like, we can serve, that's super cool. Is it unrealistic for them to hope or think that that child loves them, as some might most well wish? Let me tell you, that child will be loyal, and if your house is burning down, they're going to get you out of it. Wow.
So most people, if you ask them what are they most passionate about, they'd say things like, my kids or my lover or... What are you most passionate about? I'm passionate about that the things I do are going to make the world a better place. When I have a mother of an autistic child say, my kid went to college because of your book or something, or one of your lectures, that makes me happy. You know, the slaughter plants, I've worked with them in the 80s. They were absolutely awful. I developed a really simple scoring system for slaughter plants where you just measure outcomes. How many cattle fell down? How many cattle got poked with the prodder? How many cattle are mooing their heads off? And it's very, very simple. You directly observe a few simple things. It's worked really well. I get satisfaction out of seeing stuff that makes real change in the real world. We need a lot more of that and a lot less abstract stuff. Oh. A TED Talkon nem csak Grandin beszélt az autizmusról, Rosie King a tavaly szeptemberi konferencián szintén beszámolt arról, hogy ő hogyan éli meg, és számára mi a legfontosabb dolog a világon. I haven't told many people this, but in my head I've got thousands of secret worlds all going on all at the same time. I'm also autistic. People tend to diagnose autism with really specific checkbox descriptions, but in reality, there's a whole variation as to what we're like. For instance, my little brother, he's very severely autistic. He's nonverbal, he can't talk at all, but I love to talk. People often associate autism with liking maths and science and nothing else, but I know so many autistic people who love being creative. But that is a stereotype, as the stereotypes for things are often, if not always, wrong. For instance, a lot of people who think autism and think Rain Man immediately. That's the common belief that every single autistic person is Dustin Hoffman, and that's not true. But that's not just with autistic people either. I've seen it with LGBTQ people, with women, with POC people. People are so afraid of variety that they try and fit everything into a tiny little box with really specific labels. Like, this is something that actually happened to me in real life. I Googled autistic people are, and you know, it like comes up with suggestions as to what you're gonna type. I Googled autistic people are, and the top result was demons. That is the first thing that people think when they think autism. They know. One of the things I can do because I'm autistic, it's an ability rather than a disability, is I've got a very, very vivid imagination. Like, let me explain it to you a bit. It's like I'm walking in two worlds most of the time. There's the real world, the world that we all share, and there's the world in my mind. And the world in my mind is often so much more real than the real world. Like, it's very easy for me to let my mind loose because I don't try and fit myself into a tiny little box. That's one of the best things about being autistic. You don't have the urge to do that. You find what you want to do, you find a way to do it, and you get on with it. If I was trying to fit myself into a box, I wouldn't have been here. I wouldn't have achieved half the things that I have now. There are problems, though. There are problems with being autistic, and there are problems with having too much imagination. Like, school can be a problem in general, but having also to explain to a teacher on a daily basis that their lesson is inexplicably dull and you're secretly taking refuge in a world inside your head in which you are not in that lesson, that adds to your list of problems. Also, when my imagination takes hold, my body takes on a life of its own. When something very exciting happens in my inner world, I've just got to run, or I've got to rock backwards and forwards, or sometimes scream. Like, this gives me so much energy, and I've got to have an outlet for all that energy. But I've done that ever since I was a child, ever since I was a tiny little girl, and my parents thought it was cute, so they didn't bring it up. But when I got into school, they didn't really agree that it was cute. It can be that people don't want to be friends with the girl that starts screaming in an algebra lesson. And this doesn't normally happen in this day and age, but it can be that people don't want to be friends with the autistic girl. It can be that people don't want to associate with anyone who, or can't, fits themselves into a box that's labeled normal.
But that's fine with me, because it sorts the wheat from the chaff, and I can find which people are genuine and true, and I can pick these people as my friends. But if you think about it, what is normal? What does it mean? Imagine if that was the best compliment you ever received. Wow, you are really normal. Compliments are you are extraordinary, or you step outside the box. You're amazing. So if people want to be these things, why are so many people striving to be normal? Why are people pouring their brilliant individual light into a mold? People are so afraid of variety that they try and force everyone, even if people who don't want to or can't, to become normal. There are camps for LGBTQ people or autistic people to try and make them this normal. And that's terrifying that people would do that in this day and age. All in all, I wouldn't trade my autism and my imagination for the world. Because I am autistic, I've presented documentaries for the BBC, I'm in the midst of writing a book, I'm doing this is fantastic. And one of the best things that I've achieved, that I consider to have achieved, is I've found ways of communicating with my little brother and sister, as I've said, are non-verbal, they can't speak. And people would often write off someone who's non-verbal, but that's silly because my little brother and sister are the best siblings that you could ever hope for. They're just the best, and I love them so much, and I care about them more than anything else. I'm going to leave you with one question. If we can't get inside the person's mind, no matter if they're autistic or not, instead of punishing anything that strives from normal, why not celebrate uniqueness and cheer every time someone unleashes their imagination? Thank you. Az autizmus után kutatva rábukkantunk Orabetz Lizankára, a Magyar Lélekhely Egyesület alelnökére és az Autista vagyok YouTube csatorna szerkesztőjére, aki készségesen állt rendelkezésünkre egy interjú erejéig Budapesten. Az autizmus és az intelligencia kérdése gyakori tévhitezés, hogy minden autista vagy értelmi fogyatékos, vagy zseni valamiben. Ez így nem igaz természetesen. Bebizonyították, hogy az autisták legnagyobb része, legyen az a spektrum bármelyik végén, teljesen normális vagy átlag fölötti intelligenciával rendelkezik. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy nincsenek értelmi fogyatékos autisták. De a legtöbben, annak ellenére, hogy nem tudnak kommunikálni, vagy nem úgy kommunikálnak, ahogy az emberek úgymond elvárnák egy másik embertől, pontosan tudják, hogy mi zajlik körülöttük. Valóban gyakori az, hogy egy autizmus spektrum zavarral élő embernek van valami plusz képessége. De ez a plusz képesség csak akkor működik, hogyha irányítva van. Tehát ebben semmiben sem különbözik egy nem autista embertől, illetve gyermektől. Ugyanúgy segítségre és támogatásra van szüksége, hogy az ő képessége kifejlődhessen, illetve fejlődhessen. A legtöbb ember, akivel találkozom, és valamilyen szinten hallod már egyáltalán az autizmusról, természetesen az első emberre asszociál belőle. Még a legjobb szándékú emberek is arról tudnak, hogy milyen egy autista, vagy arról van képük, hogy egy autista hogy működik, ahogy arra a filmre emlékeznek. Az autizmus nem betegség, ugyanis a betegséget lehet gyógyítani. Az autizmussal az ember vele születik, ugyanúgy, mint a Down-szindrómával, vagy elég sok minden ilyesmit tudnék mondani, ez egy fejlődési zavar. Tehát mi ettől nem kevesebbek vagyunk, vagy nem többek vagyunk, hanem másképp működünk. És itt ez a kulcs szó, hogy másképp. Nem rosszabbul, nem jobban, hanem másként fogjuk meg a dolgok lényegét, egyszerűen más rálátásunk van a világra. És igen, segítségre szorulunk, sok mindenben, ugyanakkor képesek vagyunk az önálló életre többnyire, de ez is csak támogatással történhet meg. Amikor róla megtudják, hogy Asperger-szindrómás vagyok, akkor azt meg szokták kérdezni, hogy ez egy bőrbetegség? Hát az emberek erről nem nagyon tudnak. Az autizmus szót persze már ismerik, így hát úgy szoktam elmagyarázni, hogy Asperger-szindrómás, autizmussal élő fiatal vagyok. El szoktak csodálkozni, hogy de hát nem is nézel ki úgy. Igen, valóban nem úgy nézek ki, és ez szintén egy érdekes tévhit, hogy az autizmus látható.
Az autizmus nem látható kívülről. Éppen ezért nem is szoktunk feltételezni emberekről, hogy rajta lehetnek a spektrumon, mert keressük, vagy azt tudjuk jobban bekategorizálni, akinek egyértelmű jelei vannak, mint például a Down-szindrómásoknál. Az, hogy nem úgy nézünk ki, ez bizony sok nehézséget okoz nekünk. Ugyanis sokszor olyasmit várnak el tőlünk, amikre nem vagyunk képesek. Lehet, hogy megértünk egy adott szituációt, de nem biztos, hogy úgy reagálunk, ahogy ezt elvárnák. Vagy csak látszólag értjük meg, és mivel nem akarunk hülyének tűnni, ezért hevesen bólogatunk, miközben nem fogjuk föl azt, ami éppen felénk közvetítődik. Ez szociális helyzetekben társaink között nagyon gyakran kiderül, hogy akik nagyon jó képességgel rendelkeznek, még ők is úgy vannak vele, magamat is beleértve, hogy a társalgás első 2-3 szintjéig teljesen jól tudjuk utánozni az átlagot. A problémák akkor kezdődnek, hogyha megáll a beszélgetés, és nem tudunk tovább menni. Ott már kiderülhet, hogy nem tudunk kapcsolódni a többiekhez, vagy fogalmunk sincs, hogy mit kellene mondani, nem odaillő dolgokról kezdünk el beszélni, és akkor bizony meg furcsán néznek ránk. Gyerekkoromban, ahogy most így visszaemlékszem felnőttként, én nem értettem, hogy mitől vagyok furcsa. Nagyon kövér kisgyerek voltam, úgyhogy talán ez volt az egyetlen, amire rá tudtam fogni, hogy miért nem állnak velem szóba a többiek, de mindig csak azt éreztem, hogy kívülálló vagyok. Nem is akartam játszani a többiekkel, ha pedig játszottam velük, akkor vagy az volt, amit én akartam, vagy egyszerűen otthagytam őket. Nem tudtam mit kezdeni az ő változó reakcióikkal, nem tudtam az ő szóhasználatukat megtanulni, mindig a felnőttekkel jöttem ki jobban, tehát a gyerekkorom az tulajdonképpen egy ilyen elszigetelt ufó lét volt. Ami viszont nagy szerencsém volt, hogy mindig voltak körülöttem olyan emberek, akiknek volt türelme hozzám. Úgyhogy elég nehezen elviselhető természetem volt, és azt hiszem, hogy ezt a felnőttek jobban tolerálták, mint a velem egykorúak. Ez a mai napra szerencsére már összecsiszolódik, hiszen ahogy egyre idősebb vagyok, egyre kevésbé lógok ki a sorból az érdeklődéseimmel. Ami még gyerekként nehéz volt, hogy én pontosan tudtam, hogy furcsa vagyok, csak azt nem értettem, hogy miért. Nem értettem, hogy miért működök úgy, ahogy, és miért vagyok annyira különböző, mint a többiek, de nem tudtam megfogni ennek a lényegét. Abból is látszott, hogy mennyire nem tudnak elfogadni a többiek, meg hogy mennyire naív vagyok és kihasználható, hogy egyszer áthívtak játszani a szomszédba. Bujócskáztunk. Egy kertes házról beszélünk, amihez tartozott egy fészer. Nagyon jól indult a játék, és úgy tűnt, hogy örültem is, hogy végre áthívtak, meg játszatok én is. De egyszer csak azt mondta a házigazda, az a kislány, akinél voltunk, hogy hozzá nekünk egy táblacsokit otthonról. És hát én lelkesen hazarohantam a táblacsokiért, majd visszamentem, és ők elbújtak. Teljesen eltűntek. A mai napig nem tudom, hova lettek, de ott fölfogtam, hogy megint csak kicikiztek, vagy kijátszottak, és azt hiszem, hogy az volt egy olyan pont, amikor teljesen bezártam arra, hogy egyáltalán megpróbáljak beilleszkedni a társaim közé. Telnek a mindennapok, általában én szoktam menni mindig a furcsa lány minden helyzetben, munkahelyeken is, de el tudnak fogadni, mert jól dolgozom, jól végzem, amit csinálok, van egyfajta humorom, amire nagyon sokan rezonálni tudnak. Fekete Egyé Viktorral hoztuk létre az Autista Vagyok csatornát a YouTube-on. Ez ugye a megismerhető autizmus generációnak a terméke, ha úgy tetszik. Az elsődleges célunk ezzel az ismeretterjesztés. Információt szeretnénk átadni, akár saját példáinkon keresztül, akár mások példáink keresztül. Szeretnénk, hogyha a világ tudna egy kicsit másképp tekinteni az autizmus spektrum zavarra, és hogy látható legyen, hogy kívülről ugyanúgy nézünk ki, mint bárki más. És a visszajelzésekből azt látjuk, hogy hasznos, amit csinálunk, és jó ötleteket tudunk gyűjteni, meg átadni. Úgyhogy a csatornának tulajdonképpen ez a lényege, hogy egy olyan fajta információ átadás, ami segítség is egyben. Az Autista Vagyok YouTube csatorna mellett egy neurológus-pszichiáter barátnőmmel létrehoztunk egy egyesületet, Lélekhely Egyesület néven.
A felnőtt autistáknak nagyon kevés lehetősége van, vagy viszonylag kevés lehetősége van a továbbiakban. Ugye a gyermekpszichiátriával vége a történetnek, elég kevés szakember van, aki egyáltalán látott már felnőtt autistát, így indítottuk el ezt az egyesületet. A lélekhely név pedig egyszerűen onnan jött, hogy legyen egy hely, ahol a lélek megnyugodhat. Hogy mit üzennék a társadalomnak? Talán annyit, hogy a tolerancia szó jó lenne, hogyha nem csak egy szó lenne, hanem tartalom lenne mögötte. Hogy azt jelentse, ami, és hogy az emberek ezt úgy kezeljék, ahogy nem az a lényeg egy emberben, hogy ő most fekete, magas, alacsony, autista, vak, mozgássérül, túl alacsony, túl magas, ne ez legyen a lényeg, hanem mindenki egyformán tudja elfogadni, hogy igen, mások különböznek tőlünk. Vagy ha nem is mindenki, de legalább egy néhány ember, vagy minél több ember tudjon úgy élni, hogyha meglát egy kerekesszékest, akkor ne az jusson eszébe, hogy ez minek él. Vagy egy autistát, vagy bárki más. Nem muszáj, hogy bármiféle fogyatékosságra helyezzük a hangsúlyt, hanem egyszerűen annyi, hogy mindenki ember. Mindenki egyedi, mindenkinek megvan a helye a világban, és ez autizmus független, ez fogyatékosság független dolog. Egyszerűen emberek vagyunk, és viselkedjünk is úgy. A Veszprémi Kozmuca Flóra Készségfejlesztő Iskola és Óvoda autista csoportjának vezetője szívesen mutatta be a kis létszámú osztályt. Az autista csoportunkban jelenleg 6 tanuló van és 2 magántanuló, a korosztály tekintve 12, illetve 23 évesek. Itt ebben a 3 teremben éljük a mindennapi életünket, ami nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy valaki az autista csoportunkba kerüljön, ahhoz mindenképp szükséges, hogy legyen egy autista szakértői véleménye, és nyilván akik ide az iskolánkba járnak, ők középsúlyos fogyatékosok. Tehát akkor 6 tanulónk van, ebből 5 fiú és 1 lány, nagyjából ez is az arány, tehát a fiúk ennyivel érintettebbek számban is, mint a lányok. A napi rendünkről annyit kell tudni, hogy igazából ebben a nagy teremben szoktuk kezdeni a napunkat, megbeszéljük, hogy milyen nap van, és ezt ezen a táblán itt jelöljük is a 7 napjét, hogy milyen nap van, illetve hogy milyen hónap és milyen évszak van, amit szintén a táblán jelölünk, tehát a hónapokat, az évet, az időjárás, illetve a hónapokat. Akkor utána megbeszéljük a napi rendi kártyák alapján, hogy mit is fogunk csinálni, ki mit fog csinálni. A napi rendi kártyákról annyit, hogy 2 fél évvel dolgozunk most a képes napi rendi kártyával, illetve Áron, aki ismeri a betűket, ő neki már azért egyet tovább léptünk, és igazából már csak kiírjuk, hogy mi a napi rendünk. Viszonylagos állandóság van a csoportban, olyan értelemben, hogy 8-tól fél 10-ig szoktunk különböző tevékenységeket folytatni, asztali munkát, illetve kódos feladatokat, illetve Áronnal szoktunk írni, olvasni. Fél 10-től 10 óraizunk, ennek a rutinjával kézmosás, terítés, illetve 10 órai, majd a 10 órai után délig ismét ilyen különböző egyéni, illetve csoportos tevékenységek vannak. Ebből a helyiségben szoktuk a közös tevékenységeket, illetve itt dolgoznak külön-külön asztalhoz ültetve a gyerekek. A kódos feladataink, ezek viszonylag ilyen egyszerű válogatáson alapuló feladatok, zömében forma, illetve színválogatás. A kódos feladatot igazából kétféle módon szoktuk csinálni. Az egyik az, amikor kirakjuk a magukat, a kódokat, és a Peti kiválasztja a feladatokat és megoldja, illetve a többieknél én, illetve a segítő asszisztens szokta a feladatokat oda tenni az asztalra, és aztán utána, ha elvégezték, akkor visszahozzák a segítséggel, visszahozzák a polcra a feladatokat, és mehet a következő feladat. Ez egy kis
kis pihenő helyiség, itt lehetőségük van arra, hogy amikor a feladataikkal végeztek, vagy esetleg úgy látjuk, hogy szükségük van arra, hogy egy kicsit pihenjenek, akkor itt egy kicsit le tudnak pihenni, egy kicsit el tudnak vonulni a többiektől, és utána együtt folytatjuk tovább a másik teremben. A harmadik termünk, ez igazából egy ilyen komplex terem, itt Áronnal szoktunk egyéni fejlesztéseket végezni, illetve mivel enyhe sérült, ő egy áttagozatos, és ő egy tanmenet szerint haladunk, és itt szoktunk a számítógép segítségével olvasni, számolni, illetve a tanulóink közül egy fő bejáró, a többiek kollégisták. Igazából a hintaágyunk az, ami nagyon népszerű, és a trambulin, amit ebbe a terembe tudtunk elhelyezni, ezt nagyon szeretik. Egyrészt mi is használjuk arra, hogyha úgy látjuk, hogy egy kicsit feszültebbek, akkor beleültetjük őket. Igazából ez az iskola középsős fogyatékos gyerekeket fogad. Az iskola rendelkezik egy óvodai csoporttal, általános iskolával, szakiskolával, illetve kollégiummal. Tehát bekerülnek ide mondjuk egy óvodás korba, és aztán aki, hogy konkrétan az autizmussal élőkről beszéljünk, a szülő eldöntheti, hogy az autizmus diagnózissal a kezében szeretne szegregáltan autizmus csoportban oktatni, neveltetni a gyermekét, vagy esetleg integráltan a lent működő csoportjainkban. Az iskolába a törvényi előírások szerint a tankötelezettsége után, hogyha szakértői vélemény alapján 23 éves korukig maradhatnak a gyerekek, nyilván ez a szakértői véleményt az igazgató jogkör eldönteni, hogy meghosszabbítja, illetve hogy meddig lehetnek itt a gyerekek. Nagy általánosságban azért 23 éves korukig, akár itt az autista csoportban is itt lehetnek. Aztán, hogy 23 éves koruk után, amikor innen kikerülnek, akkor innentől igazából vagy otthon maradnak a szülőkkel, vagy pedig a következő lehetőség, amilyen intézményes, az egy felnőtt bentlakásos, vagy amit a városban is működik, olyan felnőtt intézmény, ami szintén ilyen nappali ellátást biztosít, tehát az iskolai élethez hasonlóan reggeltől délutánig lehetnek ott a gyerekek. Illetve van rá lehetőség, hogy az autista csoportból is akár integráljuk a szakiskolai képzésre. Erre nagyon jó példa itt András, akit innen az autista csoportból integráltunk a szövődei szakiskolába, és nagyon jó eredményeket ér el. Spanyolsúr. Miket készítettél még? Ön látható ki. Takaró. Gyapjúból. Kenderből. És pamutból. A pamut is... Most ez a pamut is olyan fajta lett, olyan fajta lett, mint a gyapjú. Szoktad nézni a rajzot? Csak ritkábban. Andrés számos versenyt ért el nem autizmussal élő gyerekek körében is, rendkívül hamar megtanult bármilyen szövési mintát, de mégis ő egy a 10 000-ből, aki autista és hasonló tehetséggel rendelkezik. Azt gondolja nagy részben, hogy ők ilyen kivételes képességűek, nyilván előfordulnak ilyenek is, de azért tehát itt az iskolában például nem sok olyan kivételes tehetséggel találkoztunk eddig, mint mondjuk az András, hogy ő neki különös érzéke is van hozzá, türelme is van hozzá, és nagyon jó eredményeket ér el a szövésben, még úgy is, hogy ő versenyez normál értelmi képességű egészséges fiatalokkal is, például a szövés területén. Hát igazából azt tudom mondani, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint a többiek. Azt gondolom, hogy a maguk módján hasznosak is. Tehát ugyanúgy lehet őket szeretni, és ugyanúgy igénylik azt is tulajdonképpen a maguk módján, hogy ugyanúgy emberként tiszteljük őket, és emberként bánjunk velük.
A Veszprémi Autispektrum Egyesület tagjait is megkerestük kérdéseinkkel. Ők kicsit más szemszögből számoltak be az autizmusról. Az autizmus diagnózishoz először az alapot Hans Asperger és Leo Kanner kutatásai bizonyították. Leo Kanner volt az, aki a súlyosabb autistákat vizsgálta. A másik, Hans Asperger pedig a magasan funkcionáló autistákat, róla kapta a nevét ugye az Asperger-szindróma is, majd később Lorna Wing vezette be az autizmus triászt, ami pedig diagnosztizálásához vezet. Három területet néznek, a kommunikációt, a rugalmas viselkedést és a szociális viselkedést. Én az autistákkal az alapozó terápia révén találkoztam, ott inkább beszédindításra jöttek, majd később kaptak diagnózist arról, hogy autizmussal élnek, és próbáltunk számukra egy olyan mozgásfejlesztést kitalálni, amiben benne van az alapozó terápia, de mégis egy kicsit autizmus specifikus, és most itt Veszprémben az egyesületnél is ezt csinálom. Egészen kicsiktől a legkisebb 4 éves, nagyobbakig, ahova már felső tagozatos gyerekek is járnak. A kisebbeknél inkább mozgásos, játékos módon zajlik a fejlesztés, a nagyobbaknál pedig már struktúráltabb, sokkal inkább egy kicsit szociális irányba is elmegy a fejlesztés, és mellé pedig megpróbálom beletenni azokat az alapozó terápiás elemeket, amik segítik őket abban, hogy később a tanulási képességeik, meg az életbe való beilleszkedésük is sokkal könnyebb legyen. Először nem voltak az autizmussal élő gyerekek számára kijelölt intézmények, így a szülők összefogtak, és először szülői kezdeményezésekre indultak el különböző iskolák, illetve szülőcsoportok, és most is működik az Early Bird program, ami szintén külföldön van, ahol olyan szülőket várnak, illetve fogadnak, akiknek a gyermekük autizmus diagnózist kapott, de még nem vehetnek részt oktatási rendszerben, és így nem kapnak elegendő támogatást. Az Early Bird pedig abban segít, hogy olyan szakemberekhez jussanak el, illetve később olyan intézményekben, ami autizmus specifikus, és ahol jól érezhetik magukat a gyerekek. Az autizmusban nagyon gyakran alkalmaznak kiegészítő terápiák, az ilyenek a mozgásterápiák, és ilyen az állatasszisztált terápia, nagyon gyakran lovagolni viszik a gyerekeket, vagy akár kutyázni. Itt Veszprémben is működik egy kutyás egyesület, és ők is járnak ki autista gyerekekhez. Ezt általában azért szokták ajánlani, mert nagyon gyakran az autista kisgyerekek nehezen nyitnak a társaik, vagy akár felnőttek felé. És egy kutyus, akitől nincsen elvárás felénk, vagy nem érezzük azt, hogy esetleg bármiféle megkülönböztetéssel élne irántunk, sokkal könnyebb felé megnyitni a gyerekeket. Nagyon gyakran a kutyához előbb beszélnek, mint akár a felnőttekhez. Megnyugtatja őket, vidámmá teszi őket, és jól érzik magukat egy kutyus közelében. Kifejezetten autizmus specifikus terápiák, amit minden egyes autizmussal élő kisgyereknél használni kéne, az a napirend, a képcserés kommunikáció vagy PECS módszer, illetve a struktúrált környezet, az időbeosztás, hogy minél inkább bejósolható és kiszámítható legyen nekik az, hogy a mindennapjaik során mi vár rájuk. Ehhez nagyon sokféle technikai eszköz is létezik, mondjuk a képcserés kommunikáció most már akár tabletten is elérhető, vagy különböző nyomogatós eszközökön, és így számukra könnyebb, és akkor ezt egészíti ki jó pár terápia, ami pedig inkább az élmény megosztás és a jó érzés miatt működik. Vagy szociális fejlesztésre, a babzsákos foglalkozás, különböző szerepjátszó módszerek, amik már inkább a nagyobbaknál vannak, és ezeket mindig kis csoportban kezdik el alkalmazni, és utána az általánosítás miatt kimennek a környezetükbe is, hogy ugye mindennapi életben is alkalmazhatóak legyen, ne pedig csak egy-egy emberrel kapcsolatban. Az én fiam 8,5 éves, igazából már 2-3 éves kora körül éreztük, hogy valamiben más, mint a többi kisgyermek. Máshogy fejlődött, lassabban, nagyon későn tanult meg beszélni, igazából 3-4 éves kora körül. De mivel nem volt összehasonlítási alapunk ugye első gyermek révén, nem gondoltunk először semmiféle különös rosszra, úgymond, csak arra, hogy kisfiú és később indul benne a fejlődés. Aztán hát kezdtük mi is látni, hogy valami nem stimmel egy idő után,
Vannak olyan emlékek, hogy elmentünk nyaralni, ahol ő befogta a fülét mondjuk a tengerparton, valószínűleg zavarta a tenger morálása, akkor bármiféle kisebb konyhagép használat, akkor is befogta a fülét, sikított. Tehát ilyeneket mondjuk nem feltétlen csinál egy típusosan fejlődő kisgyerek ennyi idő sem. Hát amikor beírtuk a keresőbe, hogy mi is az az autizmus, akkor azért eléggé sok dolog illett a kisfiunkra. És hát mi relatív hamar elindultunk a fejlesztések irányába, felkutattuk, ami csak lehetséges itt Veszprémben, illetve jártunk más városba is fejlesztésekre. A diagnosztizálás nálunk relatív későn történt 5 éves korában, addig mindenféle különböző utakon mentünk tovább, pszichiátriáról pszichiátriára, végül is 5 évesen kapott diagnózist. Hát elfogadni nem könnyű ezt a dolgot. Mondják, hogy mindenkinél van egy ilyen gyászfázis, azon mi is túlestünk, de nyilván így szeretjük, ahogy van, a maga nehézségeivel és érdekességeivel, furcsaságaival együtt ezt az egész állapotot. A mindennapjainkkal kapcsolatban vannak nehézségeink, lehet, hogy egy kicsivel több, mint az átlagos fejlődésű gyermekek családjainak, de ezekkel ugye mindenkinek meg kell birkóznia. Itt olyan helyzetekre gondolok, ami mondjuk másoknál nem feltétlenül történik meg. A mi gyermekeink extrémül viselkedhetnek bizonyos helyzetekben, ha megszólítanak valakit, vagy nem úgy reagálnak le teljesen hétköznapi helyzeteket, ahogyan azt egy normál fejlődésű gyermek mondjuk sikítanak, vagy túl erősen megszólítanak, vagy tiszteletlenül beszélnek, ami másnak úgy hangozhat, ez nem feltétlen azért van így, mert rosszul vannak nevelve, hanem ez az autizmusukból fakad. Velünk megtörtént többször az utcán az, hogy a kisfiam megjegyzést tett valakinek az öltözködésére mondjuk, hogy jaj, de furcsán nézel ki, amit mondjuk lehet, hogy nehezményezett az a valaki, akinek ez szól, de ő ezt nem így értette, hanem ő egész egyszerűen megjegyezte, hogy érdekes, ahogy kinézel és kész. Tehát, hogy ő neki, ami a szívén, az a száján. Tehát ő elmondja a véleményét, akkor is, hogyha ez valakinek nem esik jól. És ezt sokan rossz néven veszik. Tehát ilyen helyzetekkel találkozunk, vagy akár a játszótéren, hogy milyen neveletlen a te gyereked, nem tud viselkedni. Ezekkel nekünk meg kell birkózni. Vannak úgynevezett bocsikártyák, amit lehet osztogatni a nézőközönségnek, tényleg létezik ilyen, ami ilyen helyzetekre van, hogyha kellemetlen helyzetbe kerül akár az autizmussal élő gyermek, akkor egy ilyen kártyát lehet mutatni. Például nálunk előfordult, hogy bementünk egy helyre a boltba, és én mondtam a kisfiamnak, hogy köszönj egy nagyot, mire ő elkiabálta magát jó hangosan, hogy sziasztok, mert ugye ő szó szerint értelmezte, hogy köszönj egy nagyot. Az autizmussal élő gyerekeknek nagyon sokszor probléma az óvoda, az iskola, eleve a közösségbe kerülés, és hát nekünk is voltak gondjaink itt is, ott is. Az iskola választásnál mindenképpen próbáltam olyan befogadó iskolát találni, ahol úgy gondoltam, hogy jól érzi majd magát, ahol a tanítónénik vagy az egész iskola szellemisége tényleg elfogadó. Persze a kis osztálytársak hozzáállása is nagyon sokat számít, de eddig ezzel szerencsére nem volt gondunk. Szerintem a mi helyzetünkben nagyon sok olyan példa van, aminek mi nagyon tudunk örülni, ami egy típusosan fejlődő kisgyereknél nem feltétlenül van meg, hogy egy köszönésnek, vagy egy nagyon apró eredménynek, amikor mondjuk szobatiszta lesz egy gyermek, vagy amikor egy ehol álló autista kisfiú, aki mindig visszakérdez, mert nem tudja, hogy a beszédet kommunikációra használjuk, ő tényleg elkezd kommunikálva beszélni. Tehát nem visszakérdez egy kérdésre, hanem válaszol arra a kérdésre, mert hogy ez sokunknál probléma. Hogy ezek nagyon nagy eredmények, szerintem. Jó, az én fiam elég idősen, 12 évesen kapott diagnózist. Bár voltak előtte is jelei annak, hogy valami nem stimmel, főleg a kortárs kapcsolatokkal voltak problémáink. Nem kaptunk sehol egyértelmű utalást arra, hogy itt valami komolyabb probléma áll a háttérben. 7. osztályos volt, amikor a romló tanulmányi eredményei miatt elmentem vele a nevelési tanácsadóba,
és ott egy-két hónap után merült fel az autizmus gyanúja. Így kerültünk Budapestre, ahol aztán egy hát nagyjából fél éves káverja után papírhoz jutottunk. Ami nekem igazából megkönnyebbülés volt, mert feloldozást adott az alól, hogy én rontottam el mindent, hogy nem tudtam olyanokat elérni nála, pedig egy nagyon jó értelmi képességű fiú, amiket más anyukák elértek a gyermekeiknél. És akkor nagyon örültem, hogy megvan a magyarázat mindenre, hogy majd most megyünk fejlesztésre, én is tudok szülőcsoportba járni, és milyen jó lesz nekünk. Aztán szembesültem azzal, hogy itt Veszprémben se, meg a környéken sincs semmilyen lehetőség. Úgyhogy egy fél évig feljártam Budapestre szülőcsoportban, de hát ez anyagilag is, meg időben is elég megterhelő volt. Úgyhogy gondoltam, itt cselekedni kell, és alakítottam egy szülőcsoportot. Szintén autizmussal élő gyermekeket nevelő szülőknek az önsegítő csoportját. Itt elég hamar kiderült, hogy nagyon hasonló problémákkal küzdenek a családok, nincsenek fejlesztési lehetőségek, nincsenek szülőképzések, nincs semmi. Úgyhogy egyesületté alakultunk azért, hogy szervezett formában könnyebben tudjunk eredményeket elérni, tudjunk pályázni, és az érdekvédelem terén is fel tudjunk lépni a gyerekek és a családok érdekében. Így alakult az Autispektrum Egyesület, ami már alig két éves működés után a tagsági létszámát jócskán megduplázta, most 37 tagunk van. Olyan nagyjából 50 családdal állunk kapcsolatban, megyében, van már Tapolcán is egy alcsoportunk, és hát reméljük, hogy a fejlődés töretlen lesz. Mi az autizmus? De Lakátó bebizonyította nekünk, hogy nem betegség, nem is az anyák hidegségéből fakadó értelmi zavar vagy örökletes fogyatékosság. Láthattuk, amint a történelemben az ilyesfajta tünetekkel jelentkező embereket szenteknek vagy éppen megszállottnak tekintették. És azt is végignézhettük, ahogy az évszázadok során kísérleteznek a fogyatékkal élőkkel. De Lakátó, Asperger és sok más orvos és szakember kutatásai során pedig mi is láthattuk, hogy az autizmus egy érzékelési és viselkedési zavar, mely az érzékszervi és idegi rendellenességhez vezethető vissza. De ugyanakkor a kérdés továbbra is fennáll. Mi az autizmus? Betegség? Fogyatékosság? Rendellenesség? Sok aktivista úgy gondolja, az autizmus csupán a létezés egyik formája. Tökéletes megfogalmazás nincs. Habár az esőember téves képet nyújt az autizmusról, és az emberek sztereotípiákkal vannak az autizmus irányában, furcsán néznek rájuk, vagy épp megvetik őket, ahogy Temple Grandin, Rosie King vagy Orovec Lizanka beszámolt erről, az emberek legfőbb dolga az, hogy elfogadja őket. Láthattunk két szülőt, akik nem csak hogy a saját gyermekeiken akartak segíteni, de egy közösséget létrehozva számos autista tünetekkel jelentkezőt támogatnak, oktatnak. És habár nem mindig lehet őket tanítani, mert a Kanner-szindrómába tartoznak, azok az emberek is értékesek. De vajon ők mások, mint az egészséges emberek? Minden bizonnyal. És vajon kevesebbet érnek, mint az egészséges emberek? Egy beszélni nem tudó, súlyosan sérült autista életénél több egy jól kommunikáló ember élete? Sokszor talán emberszámba se vesszük őket. Nem számít, hogy autista vagy Down-szindrómás. Nem számít, hogy fekete vagy mesztic, roma vagy kínai. Mind emberek. Élő. Húsvér, érző emberek, akik szeretetre vágynak. És a szeretetet nem tudják önmagukból csiholni, nekünk kell adni nekik. Feltétel nélkül.